Figyelemfelhívó videók készültek az Országos Gyermekegészségügyi Intézettel közösen hazánkban. Ezek célja, hogy a szülők mindig körültekintően vigyázzanak gyermekeikre. Az ember azt gondolná, hogy ezt minden szülő meg is teszi és vigyáz a gyermekeire, de hogy mire is kell gondolni és milyen témákat dolgoznak fel konkrétan ezek a videók. Többek között erről is beszélgetünk vendégemmel, dr. Újhelyi János Gyermekorvosal, köszöntöm a stúdióban. Nem voltak eddig ilyen videók? Tudomásom szerint nem, ugyanakkor meg a gyermekbalesetek témakörével elég sokat foglalkozik a rendőrség, a különféle felvilágosító tevékenységgel foglalkozó intézmények, de ilyen koherens és nagyon alapos írásos és videó anyagokkal is bemutatott munka nem készült. Ez olyan jól sikerült ez az anyag, hogy nem olyan régen az Unió egy Hatalmas díja díjazta ezt a munkát, mert ugye ez nem egy magyarországi probléma. A gyermekbalesetek nagyon nagy gondot jelentenek minden országba függetlenül, hogy fejlett vagy nem fejlett, és a legfontosabb az, hogy minden baleset megelőzhető lenne. És még a nagyon pici gyerekekre, csecsemőkre, nagyon helyesen, nagyon odafigyelünk szülők, szakemberek, addig mintha egy kicsit kikerülne a figyelem középpontjából a kisderd és a későbbi kor, különösen a balesetek vonatkozásában. A balesetekről ebben a kérdésben nem a közlekedési balesetekre gondolok, hanem az egy széles körül, a gyógyszermérgezéstől kezdve a vízbefolásig, és ugye ha arra gondolunk, hogyha egy életet meg lehetne menteni, már az mit olyan nagyszerű lenne, és tudni kell, hogy a hatalmas statisztikákat ölel föl a kisebb volumenű balesetektől a halálos kimenetelőig, és hogyha egy példát mondanék az, hogy még egy felnőtt egy év, során körülbelül a felnőttek 10%-a szenved kisebb-nagyobb balesetet a, ebbe a kategóriába, a gyermekkorúak 30-40 százaléka. És ugye azt is tudni kell, és azért is örülök, hogy sikerült itt egy munkát elindítani, hogy az egy 18 éves korosztály mindegyikében a vezető halálok a gyermekbaleset. Most, ha ebben lépéseket teszünk, azt hiszem, hogy jó úton járunk, és ezért örülök, hogy néha bejátszások lesznek, hogy milyen helyzetek adódnak, és hogy lehet ezeket megelőzni. Miközben beszélgetünk, a kedves nézők, láthatnak pillanatképeket, filmkockákat ezekből a kis összeállított videós anyagokból. Ha jól tudom, önnek is van közel ezek. Igen, mert a gyermekegészségügyi intézetben külső munkatársként dolgoztam, és több cikluson voltam a, a szakmai kollégium tagja, és a szakmai kollégiumnak a gyermekalapáltási tagozata meg az írásos a, a hátteret biztosította ehhez, és ilyen értelemben azt gondolom, hogy szerencsés, ha minél szélesebb körben tesszük ismerté ezt az anyagot. Most elég tág fogalom az, hogy gyermekbalesetek, illetve az, hogy nyilván a szülők felé, vagy hát akik a gyermekek nevelésével foglalkoznak a hétköznapokban, ugye ezt még az ő segítségükre is szánják ezeket az anyagokat. Egy, egy, egy kicsit próbáljunk meg azért belemenni ebbe a témába. Miután ön említette, hogy elég komoly statisztikák léteznek a, a témában, nagy valószínűséggel részben ez hívta életre azt, hogy ilyen videófilmek elkészültek. Mire kell itt gondolni? Tehát melyek azok a tipikus esetek, amikor azt mondhatjuk, hogy ha anya most nem azt csinálta volna, vagy apa nem, akkor, akkor a gyerek még így van. Így, vagy élne mondjuk, vagy így. nem sérült volna meg. Pontosan így van, tehát ugye a gyakorló szülő, én is az vagyok, meg nagyon sokan a nézők között tudják, hogy a lakásba az utón, minden helyen, kiránduláson millió lehetőség van a baleseteknek a bekövetkeztére, és sokszor nem is gondolnak, és apró figyelmetlenség, hogy mit tudom én, a videóanyagban is lesz ilyen, hogy hogy hajszárítást történt, hajszárító a kislánynak, hát ugye szárította a haját az anyuka, közben van egy, megszólal egy csengő, kimegy a, az anyuka a, a, barátnőjét beengedni, közben a gyerek elejti a, 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 a fürdőkádba a hajszárítót, kész a baleset. De mondok én nagyon élő példát is, engem tegnap két szülő, nagy praxisom van, két szülő hívott föl. Az egyik azt mondta, hogy egy nagyobbik, nagyobb bacska, nagyobb öt éves gyerek Rádölt a szekrény. Tessék mondani, vigyük el a Zorvoshoz vagy a balesetire? Hát ember, hát ott belső sérülés, agyalapitörés, idegrendszeri károsodás, minden, ez nem is kérdés. Egy másik szülő meg azt mondta, hogy leesett valahonnan, és egy ilyen kemény tájban egy egyéves körüli gyerek megütötte a kis fejecskéjét. Tudjuk, hogy az, hogy még nem látszik valami rajta, de az agyon belül komoly elváltozás lehet. Vagy a gyerek csúszik, másik szájába vesz valamit, legyen ez kirándulásokon tehát se és se száma a lehetőségeknek, és mindenki tud ilyen élethelyzeteket mondani, de lehet, hogy a megoldást, vagy az, hogy állandóan az a figyelem középpontjába legyen, ez elkerüli a figyelmet. Vagy mondjuk egy főzéskor ott van a palacsintasütőnek a nyele, a, ugye a kilóga a sütőről, és a gyerek ott csetlik, botlik, rátesz, és a forró olaj rá, ráömlik. És hát ugye miről van szó? So... a szörnyű tragédia, annak a lelki társadalmi kihatása, annak a szörnyű anyagi vonzata. Tehát ezek, és mivel mindegyik megelőzhető, ezért már, ha csak egy picit csökken a statisztika, és, és ne adj Isten, nagy számba csökken a statisztika, akkor milyen nagyon jó eredményt érünk el. Természetesen minden összetett. Szociális háttere van ezeknek, hisz ismerjük, hogy a szociálisan hátrányosabb helyzetű családoknál gyakoribb a baleset, a súlyosabb baleset. Most olvastam a napokban, hogy elítéltek egy Szabolcs megyei család apukát, vagy a családot, mert az egy év körüli is, kisdet belenyúlt egy szigeteletlen konnektorba, és meghalt. Tehát egyszerűen muszáj, hogy állandóan képbe legyenek az emberek, és, és ezekről beszélni kell, és azért jók a kép anyagok, mert azok mindig vizuálisabban jobban me megakad, és hogyha többször bebeugrik egy-egy percre, az embereknél talán többen jobban figyelnek rá. Hol lehet megnézni ezeket a videókat? Hogyan fogják ezt önök a nem tudok szebben fogom szülők arcába tolni. Igen, hát én nagyon szeretném, hogyha a televízió is partner lenne ebben, én rendelkezésre bocsájtottam ezt az anyagot, és azt gondolom, hogy a reklámok között egy-másfél perc néha rendelkezésre áll. Mi meg a gyermekorvosok azon vagyunk, hogy minden tanácsadás, minden orvosbeteg találkozáskor ezekre felhívjuk a figyelmet, esetleg ezekből képanyagok készülnek, akkor ugye azokat átadjuk a szülőknek, meg felhívjuk a figyelmet rá. Tudjuk-e, hogy hány ilyen anyag készült, hány ilyen kisfélyen? Hát én most leadtam egy videóanyagot, 20-30 közötti helyzet van, tehát nem csak egy fény, hanem egy mozgókép, és ott azok a típusos baleseti helyzetek, és ott elimitálják magát a baleseti szituációt, meg annak a hogy hogy lehetett volna azt elkerülni. Ezért már ott egy-két percen belül ott van a megoldás is, hogy nem következett volna ez be, ha így jár el a szülő. Ha az Unióban ezt ilyen jól fogadták, és ennyire hasznosnak tartották, és el is ismerték, elképzelhető, hogy akkor külföldön sem léteztek ilyen anyagok? Ez egy ő... minta is lehet? Hát ugye az Unió most már ugye kiír különféle pályázatokat, és ez ott tetszett, és nyilvánvaló, ami Magyarországon érvényes, az érvényesül másult is. Csak emlékezzen rá, hogy most az utóbbi években elég nagyon favorizálják, a, és oda is figyel a rendőrség a gyermeküléseknek a fontosságára, és ebből már jött a statisztika, hogy kevesebb az ilyen jellegű baleset. És hát ugye mi lenne, hogyha a serdülőknek a italozása, meg a serdülőkori balesetekre jobban odafigyelnének, mert ott ezek a bulikon után, ugye, hogy részegen autóba ülnek, azok is hatalmas mennyiséget ugye létezik, hogy, hogy gyakorlatilag majdnem egyenletesen az 1-től 14 évig egyenletes a balesetek száma, és a serdülőknél egy hatalmas kiugrás van. Tehát itt az ők is korosztályuk, a más beállítottságuk, a, a szabadosságuk, azok vezetnek ide, és hát ugye ezeket mind-mind meg lehetne előzni, és akkor erre is van például ilyen anyag, hogy, hogy milyen helyzetek adódhatnak ebben a korban. Hát bízunk abban, hogy valóban a fogadtatás, figyelemfelkentés megteszi azt, amire önök számítottak ezekkel. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Igen.